Tower Patrol have checked in Alpha. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jönnek is Battlefield, de kicsit másképpen, mert ha úgy érzed, hogy mindig nem, még mindig nem találod a helyed a játékban, még mindig van valami, ami úgy érzed, hogy hiányzik ebből a játékból, vagy úgy érzed, hogy szükséged van rá, de nem tudod, hogy mi az, akkor jön egy megközelítés, ami esetleg segíthet abban, hogy jobban átlásd a csatamezőt, jobban megértsd a játékot, felfogd, hogy ez egy játék, és ezt élvezni kell. Mindezek miben fognak majd segíteni? Abban, hogy egy kicsit majd ezt a játékot is föntebbről nézd, hogy úgy mondjam, másképp lásd az egész csatamezőt, és jobban elérd a célodat, és úgy gondolom, hogy a videó címből is látjátok, éld ki magad, ez az apró kis mondat sok mindent meg tud változtatni a játékodban azon a téren, hogy feljebb és feljebb kerüld bizonyos rangréten, vagy segítsen abban, hogy olyan játékélményt találj meg ebben a játékban, ami célra vezethet, hogy úgy mondjam, és hogy sikeresebbé tehet a játékon belül. Direkt nem mondok olyan szavakat, hogy első vagy legjobb, mert a Battlefield-nél ez igen relatív, hogy ki a legjobb és ki az első, stb. De mindenképpen emelhet ez a kis kulcsszó, hogy éld ki magad a játék. Azért is láthatok most itt fura játékokat, mert én gyakorlatilag így kiéltem magam, elmentem és csapdákat állítottam, C4-eztem, motoroztam, mindent, fogtok látni jó jeleneteket, és igyekeztem megcsinálni olyan dolgokat, amit amúgy a rendes játék keretein belül nem csinálnám, mert annyira fókuszálok a célra, hogy azt megcsináljam. De azért vannak pillanatok, amikor szükségem van arra, hogy elmegyek és kiéljem magam, mert a Battlefield nyújt egy olyan játékélményt, amit kevés játékok manapság a piacon, hogy tehetsz meg olyan dolgokat, hogy lehetsz igazi Rambo, és állítasz csapdákat, szórakoztathatod magad, ha egyedül vagy, vagy olyan szórakozást nyújtod neked és a barátaidnak, ami azért kevés játék tud manapság, ezért is tud lenni ennyire sikeres ez a játék. És az egyik fontos szegmense annak, hogy egyedül is fogd meg, és kitapasztald azt, hogy te igen, meg tudod csinálni, meg tudod a csapdát állítani, szórakozni tudsz a csapattársaiddal, vagy elmenni itt-ott felrobbantani egy-két dolgot, motorral, special delivery, helikopteren, C4, bármi, ami jól esik, amire úgy gondolod, hogy fun game megcsinálni, azt érdemes megcsinálni ebben a játékban, mert ez egy olyan pontja a játéknak, amin, mint az életben sok dolgon, hogy túl kell esni, és jó, hogyha túlesel, és megtapasztalod ezt a részét. Nem beszélve arról, hogy az ilyen jelenetek közben rengeteget fogsz tanulni, mert segítenek abban, hogy jobban átlásd a játékot, és hogy jobban megértsd a mechanizmusra, mert rájössz arra, hogy hogyan gondolkodik egy Battlefield játékos, például azzal, hogy például egy csapdát csinálsz, vagy azzal, hogy egy motorra, hogy közlekedsz a pályán, különböző dolgokat elkezdesz észrevenni, elkezdesz meglátni, és mind-mindek közben gyakorlatilag jól fogod érezni magad, mert valami olyasmit csinálsz, amit talán úgy voltál vele eddig, hogy nem, mert nekem most itt a játékra kell fókuszálnom, mert akkor leszek a legjobb. Tény, hogy akkor leszel a legjobb, amikor a játékra fókuszálsz, játszod a céld, az objektívet magyarul, azt kezded el játszani, és úgy kezdesz szórakozni, de van az az oldal, amit meg kell úgy gondolom lépni minden dologban, hogy később ne legyen az a vágy, hogy úristen, hogy na, ezt most meg kell csinálni, ezt meg kell csináljam, mert és közben nem tudod, hogy miért romlik a játékod. Azért romlik a játékod, mert
mert olyasmit nem csinálsz a játékban, amit mindig is akartál. Szóval biztosan vannak köztetek ilyenek. Mert én mindig úgy voltam, hogy a játék kijön, én nem raktam bele a kőkemény közepébe, és úristen, most itt én hozom a legjobb játékomat, nagy fenét, fogom magam, és gyakorlatilag, mint egy kisgyerek az beszabadult játékboltba, játszom, ökörködöm, és igyekszem azt a részét kiélni, és mindaddig ezt csinálom, amíg nem érzem úgy, hogy most már eljött az ideje annak, hogy komolyan vegyem a játékot, hogy jól játszak, hogy elkezdjek utána nézni a fegyvereknek, a pályáknak, a taktikáknak, és ez azért van, mert egy idő után gyakorlatilag már nem akarom lezúzni a tankokat C4-jel, vagy motorral, vagy csapdát állítani más gamereknek, hanem mert ezeken túl vagyok. Tudom, hogy milyen, tudom, hogy kell megcsinálni, és hogyha szükségkívánja, ugye bármikor, amikor komolyabban játszom a játékot, meg lehet csinálni. És azért is kérem, hogy ugye menj és csináld meg ezeket, mert a játékban, Battlefield-en belül gyakorlatilag akkor leszel úgy igazán győztes, hogyha a legkülönlegesebb ötletekkel elő tudsz állni, és ezek segítenek abban, hogy egy különleges ötlettel állj elő. Nem arról beszélek, mikor elmész Csábó Ézsinek a csatornára, és megnézed azokat a trükköket, mert az annyira nem segít. Az segít, hogyha te az szórakoztató, de az segít, hogyha te csinálod meg, neked jut eszedbe a pályán belül, mert hogyha a pályán belül valósítod meg, akkor máskor is eszedbe fog jutni. Szóval, ja, egy ilyen szempontból érdemes megközelíteni a játékot, érdemes addig-addig játszani, mert amíg így meg nem ullod az ökörködést a pályán, és nem beszélve, hogy ekközben, miközben ezt csinálod, ugye rengeteg ötleted lesz majd a későbbiekben arra, hogy hogyan állj hozzá a pályához, hogyan lásd át taktikailag, és mi az a hely, ahol például megbújhatsz, és nem fognak észrevenni, hogyha nem lősz, ugye, mint én az előző esetben. Mik azok az utak, amik kevésbé járhatóak, ugye, hogyha motor esetében vagy, ahol meg tud úszni, hogy oda üss egyik pontról a másikra, és ez hihetetlen, egyik pontról a másikra, és elfoglald azokat a pontokat, hol tudsz úgy megbújni, hogy ne vegyenek észre, hova tudod tenni úgy az aknát, hogy ne vegyék észre, hogy belefusson az a bizonyos jármű. Szóval rengeteg-rengeteg olyan ötleted lesz, miközben gyakorlatilag kiéled magad, amit későbbiekben fel fogsz tudni használni játékaid során. Szóval gondoljátok végig azoknak, akik még nem tudják, hogy mi az, mitől nem találják a helyüket ebben a bizonyos Battlefieldben. Én azt mondom, hogy mint minden játékban, ahhoz, hogy előbb oda tudjuk tenni magunkat komolyan, és komolyabban tanulmányozunk a játékot, előbb ki kell élni magad, mint egy gyerek elmenni, és nem arra gondolni, hogy neked itt most statot kell produkálni, mert hogy a nem tudom melyik videóstól ezt láttad, és úgy meg tudja csinálni. Te is meg fogod tudni, te is meg tudod csinálni, csak megvan a játéknak a játék része, azért hívják játéknak, hogy elmenj és megcsináld, és Battlefield ezt azért maximálisan meg tudja, ezt nézzétek. Úristen. Na és ja. Minden esetre a következő videóig. Sziasztok!